A Becsei 1918 ifjúsági futballklub az elmúlt hétvégén lejátszotta a tavasz-idény kezdete előtti utolsó kontrollmérkőzését is. A Tisza melletti városi stadion segédpályáján 2-1-re legyőzték a Kulai Hajduk 1912 csapatát. Az igazi bajnokinak tűnő kemény mérkőzésen 3 gól, valamint 3 piros lap született. A Becsei csapatának góljait Tisma és Tomic szerezte, míg a vendégeknek szabadrúgásból Matijevic szerzett gólt. Ami a kontrollmérkőzéseket illeti, a Becsei csapata 3 győzelmet, 3 vereséget és 3 döntetlent könyvelhet el. 11-14-es gól különbséggel. A labdarúgás alkotó elemét képezik a vereségek és a győzelmek is, bár a felkészítő mérkőzések eredményei becsapósak lehetnek. Mi úgy álltunk hozzá, hogy számunkra ezen a mérkőzésen kezdődött a bajnokság, és meg is látszott a különbség az eddigi mérkőzések és ez a mérkőzés között. Igazi bajnoki meccset láthattunk, bár volt némi nyugtalanság, de hát ilyenek a bajnoki mérkőzések. Úgyhogy elégedettek lehetünk elsősorban a hozzáállással. Az első félidőben több probléma volt, a második félidő viszont sokkal jobban alakult. Az utolsó 15 percben nyugtalan játék zajlott, de ez várható is volt, majd ha elkezdődik a bajnokság, az már egészen más lesz. A játékkal és az eredménnyel is elégedett vagyok. A téli szünet várható terve és programja teljes egészében megvalósult, mint azt maga Szávics edző elmondta, elégedett azzal, ahogyan a csapat várja a bajnokság folytatását. Teljes mértékben elégedett vagyok a játékosok hozzáállásával, azzal, ahogyan viszonyulnak az edzésekhez, a munkaszokásaikkal. A teljes tervet megvalósítottuk, és úgy gondolom, hogy ezen a mérkőzésen bebizonyítottuk, hogy fel vagyunk készülve a bajnokság kezdetére, fizikailag és mindenféleképpen. Jó volt az idő, és a pálya is kiváló feltételeket nyújtott, úgyhogy ezzel kapcsolatban nem volt semmilyen problémánk. Mindent, amit elképzeltünk, meg tudtuk teljes egészében valósítani. Az óbecsei labdarúgó csapatra, akik 27 ponttal a 11. helyen teleltek, első ránézésre nagyon nehéz beosztás vár, mert a legtöbb hazai pályán lejátszódó mérkőzésre a tabella felsőbb szintjéről érkeznek a csapatok, míg vendégszereplésekre az alacsonyabb rangú csapatokhoz utaznak. Minden mérkőzést le kell játszani, attól függetlenül, hogy hazai pályán vagy vendégszereplésen, hogy erősebb vagy gyengébb csapat ellen, hogy nehezebb-e a beosztás az elején, vagy nem. Mérkőzésről mérkőzésre haladunk majd. A legfontosabb az az első forduló, hogy úgy kezdjük a bajnokságot, ahogy illik. Azt gondolom, hogy megfelelő erősítést hoztunk a klubba. A fiúk pont olyanok, akikre szükségünk volt. Jó a hangulat a csapatban, és a legjobbakban reménykedünk, amikor megkezdődik a bajnokság. A Szever Vajdasági Liga 20. fordulójának mérkőzését a Becsei csapata március 6-án játsza, 14 óra 30 perctől, amikor a Tisza melletti városi stadionra várják a pancsovai Dinamo 1945 csapatát. A Dinamo csapata a tabella felső szintjén van, több játékosuk elment, több új jött a csapatba, úgyhogy egyáltalán nem lesz könnyű dolgunk. Főleg, hogy ez lesz az első forduló, amely mindig nagyon nehéz. Egészen más a súlya, mint a felkészítő mérkőzéseknek. De azt gondolom, hogy a fiúk készen állnak, hogy mindent beleadnak, és hogy úgy kezdünk, ahogyan kell.